csak a buzik nem tudják rendesen leírni a nevemet. Azt írják, hogy Túri Tamásné. Túri, bazd meg, mint ahogy az a buzi cigány mondja. Túri. Mert nem tudja felfogni agyilag, hogy a Túri az rövid. Hát mondjuk valakinek ehhez főiskola kell. Na, az küldtek izét, bazd meg. Az emberi elme anatómiája, dianetika, ugye, a bukott science fiction író L. Ron Hubbardnek a hát elég régi agymenése. Annak idején barátnőm rángatott el ilyen izére, bazd meg. Ilyen előadásra. Menjünk már ne. Dianetikára, mondom, mit akarsz te azzal? Hát mondom, az nem működik, az hülyeség. Ugye mindig is ilyen voltam. Mondom neki, hogy tudod ki az az Aaron Hubbard? Azt mondja, nem tudom. Mondom neki, Aaron Hubbard, mondom, az egy bukott sci-fi író. Aki miután rájött, hogy nem tud jó sci-fit írni, csak szart, utána alapított egy egyházat, meg mindenféle ilyen szarságot. Kitalált ezt a dianetikát, ugye ez aféle ilyen kvázi agykontroll, meg megalapította ugye a Scientológia egyházát, tehát úgy kell erre tekinteni. Hát mondom, ez olyan dolgokról beszél, ami nem működik, ez hülyeség. De már azért ez is, na, egy elemzésért kiállt ez a lap, mert hogy szerintem, hogyha valaki üzletet akar kötni, és úgy gondolja, hogy valamiben sok pénz van, akkor ne azt csinálja már, hogy Word-be csinál egy ilyen szart, alapértelmezett Cambria betűtípussal, alapértelmezett 2,5 centi margóval, tehát még... Nem. És fogja is egy fénymásolóval ezt sokszorosítja. Hanem szerintem, aki ezt normálisan gondolja, az nyomdálva megcsináltatja normális grafikai oldaltervvel, tipográfiai szabályoknak megfelelve, és színesben minimum. Tehát nem egy ilyen sajtcédulát idehány. Én nem is tudom, hogy például ez a sor miért van egy betűfokozattal nagyobbal írva, mint az összes többi. Kontrasztnak nem elég, csak konfliktus lesz belőle. Na, de mi is ennek a tartalma valójában? Tehát, na, nézzük. Az emberi elme anatómiája. Ismerd meg önmagad, mondja a fejléc. Kedves olvasó, mindenkiben felmerül a kérdés, hogy ki is vagyok én valójában? Hát én tudom, ki vagyok én. Túri Tamás vagyok. Hát én vagyok a Túri Tamás. Honnan jönnek a nem kívánatos érzéseim? Miért vannak összetűzéseim másokkal? Ha mert bunkó troll vagy, bazd meg. Mi az oka a hirtelen előjövő fájdalmaknak, például fejfájás, reumatikus fájdalmak? Hát a hirtelen előjövő fájdalmaknak rendkívül széles spektrumú okai lehetnek. Szerintem ezt inkább egy belgyógyász tudja megmondani, hogy mi az oka a fájdalmaknak. Ezekben az a baj, ezekben mindenre olyan hót egyszerű válaszként. Tehát azt mondja, hogy mit tudom én, ne egyél vörös húst, és akkor nem leszel beteg, vagy mit tudom én. Ne egyél húst, és akkor megváltozik az életed. De hát nem ilyen egyszerűek a dolgok, tehát nincs mindenre egyszerű válasz. Csak a hívők szeretnék azt hinni, hogy van. Miért bántok meg olyanokat, akiket a legjobban szeretek? Hát, mert nem szereted őket? Egyrészt, akkor csak kamuzol, bazd meg, nem szereted őket? Másrészt bunkó vagy azért. Miért kelünk ki magunkból? Lásd az előbbit. Mert bunkó vagy, bazd meg. Gondolom, benned is felmerültek ezek a kérdések. Rosszul gondolod. Bennem nem szoktak.
Szerencsénkre L. Ron Hubbard kitartó munkájának eredményeként létrejött az emberi elmével foglalkozó első precíz tudománynak apostrofája, melynek segítségével működő válaszokat kapunk kérdéseinkre. Csak akkor azt kellene eldönteni elsősorban, hogy ez társadalomtudomány vagy természettudomány. És hogy ki szerint tudomány, meg hogy felel meg a tudománynak a kritériumainak. Nem csak megértést kaphatsz a fenti kérdésekre, hanem azt is fogod tapasztalni, hogy saját magad képes vagy megoldani a nehézségeket, és egy sokkal eredményesebb életet tudsz élni. Hát ez már nekem megvolt. Ehhez nekem nem kell semmiféle titkos tudás. Én már tudom, hogy kell eredményesebb életet élni. Ha valaha is gondoltál arra, hogy érdekelnek a szellemi dolgok, vagy hogy több, nem érdekelnek egyébként, vagy hogy többet kellene tudnod az agyról, és elvégeznéd az agykontrollt, esetleg túl is vagy rajta, és szeretnél tovább lépni, hát a szellemi dolgok érdekelnek, mint például a szellemi tevékenységek, de szerintem nem ugyanarra gondolunk. Kísértetekben nem hiszek, tehát. Szeretnél tovább lépni, akkor neked hoztuk létre az emberi elme anatómiája tanfolyamot. Igen, kifejezetten nekem. Szemére lett szabva. Gondolom. Az egyetlen tanfolyam, ahol egy előadó segítségével gyakorlati elemekkel 20 témán keresztül alapos megértést kapsz önmagadról. Éha. Úgy is mondhatnánk, egy használati útmutató az ember működéséből. Aha. Gondolom, hogy kielemzik a tenyeremnek a vonalait, és akkor abból megmondják, hogy milyen ember vagyok, vagy kikövetkeztetik a cipőtalpamon lévő karcolásokból, mint Sherlock Holmes. Melyik ez a 20 téma? Figyelj! Egy tudatalatti elme. Hogyan szüntethetők meg a nem kívánatos érzések és reakciók? 2. Így tárolódik és marad fenn a fizikai fájdalom. Ez szerintem inkább orvosi kérdés, ha valakit érdekelne. Miért nem tudunk túllépni az érzelmi veszteségeken? A lelki fájdalom felépítése. Ez viszont már pszichológia. Van itt elég fény. A pszichológiát meg azért nem volna szabad ezekbe belekeverni, mert az külön tudomány, bár az is határeset. Ugye? Tehát vannak a pszichológiában is olyan még feltáratlan területek, ami inkább kicsit a misztikum felé hajlik, vagy a kuruzslás felé, tehát nincs kellőképpen megtámogatva a dolog. Hát azért ennyire ne szaladjunk előre. 4. Kényelmetlen pillanatok. 5. GPS szokások működése. Taglalja a pszichológia. 6. Az elme tudatos része. 7. Elmebeli képek fajtái. 8. Hasznos betegségek és fogyatékosságok. Hát, ezen nagyon meglepődtem. Hasznos betegségek és fogyatékosságok. Úgy elkezdtem rajta gondolkodni, mert elég sok betegséggel találkoztam én már, meg elég sok fogyatékossággal, de én nem mondhatnám, hogy hasznos. Tehát a fogyatékosság az eleve nem hasznos, és hiszen benne van a nevében, hogy fogyatékosság. Tehát most nem arra kell gondolni, hogy például valaki a fogyatékosságát a saját hasznára úgy fordítja, hogy közben egy másik képességét cserébe kifejleszti, mint például a vakok ugye, hogy nem látnak, és akkor cserébe nagyon jól kifejleszti a hallását. Láttam egy riportot egy nem is tudom milyen nemzetiségű fiatalemberről, aki vak volt, és a visszhangok alapján tájékozódott, mint a denevér. Tehát azt csinálta, mint a denevérek, hogy megy, és akkor így csettegtet a nyelvébe, hogy
Így, és a visszaverődő hangokból képet alkot. És a sötétben is biciklizik rendesen a forgalomba, úgy, hogy csattogtat a nyelvébe. És vak. Na, szóval ez egy hasznos tulajdonság, de nem mondhatni egyébként, hogy a fogyatékossága amúgy hasznos lenne, mert azért a vaksága sehogy se hasznos. Azért a hallás az nem. Igen. Szóval olyan, hogy hasznos betegség, ez szerintem bullshit. Ilyen nincs. 9. Viselkedések akaraton kívüli öröklése. Tehát egyrészt ez marhaság úgy, ahogy van, egy az egybe, mert a viselkedést azt tanuljuk, nem pedig örököljük. Ugye viselkedés mintákat a környezetünktől, elsősorban a szüleinktől, ugye, akikkel a legtöbb időt együtt töltjük, főleg gyerekkorban, mikor kicsik vagyunk, az ő viselkedés mintáikat tanuljuk el, aztán utána a szűkebb környezetünk, ugye az óvodai csoport, az óvónénik, aztán az iskolai csoport, ugye iskolatársak, utána a társadalom, ugye munkatársak, stb. Stb. Tehát tanuljuk, igenis tanuljuk a viselkedés mintákat, és nem örököljük, és nem örökítjük, mert olyan a világban sincsen, hogy szerzett tulajdonságokat tovább lehetne örökíteni. Mert ilyen nincsen. Mert hogyha szerzett tulajdonságokat tovább lehetne örökíteni, akkor szuper emberek meg szuper élő lények lennének a világon, ugyanis a gyerekeinknek nem kellene mindig előről tanulni, ugye beszélni, meg járni, meg az algebrát, meg a gyökvonást, mert ugye ha mi már egyszer megtanultuk, akkor tovább örökíthetnénk a gyerekeinknek, sőt, nekünk se kéne tanulni, hogyha apánk megtanulta volna. Úgyhogy ez baromság! Netto. 10. Ki a főnök a testben? Természetesen én. 11. Az ember három része, úgy, mint fejtor, potroh. 12. Problémák, zűrzavar és stabil adatok. Adatok. Értitek? Értitek? Már én nem. 13. Az akcióciklus. A hatékonyság, gyorsaság fortéjai. Akcióciklus az mi lehet? Akció a ciklus alatt? Szexuális tevékenység? Vagy mi? 14. Hogyan lehet bármit is? Hát egyszerű. Hát, vagy kinő belőlem, vagy megveszem az eBay-en. Azt akkor lesz. 15. Tényleg csupán egyszer élünk? Tényleg. Az időnyom, ez egy nagyon izgalmas rész. 16. Az érzelmek és a viselkedés összefüggései ismét pszichológiába nyúkálnak bele, ugye? 17. Honnan jönnek az észszerűtlen cselekedetek, rögeszmék a tudatalatti működésében? Működésben. Ismét pszichológia. 18. Többet ilyet nem teszek, vagy mégis? Vagy mégis? 19. Az igazi megértés és a szeretet titkai. Az milyen lehet a nem igazi szeretet, meg a nem igazi megértés? Az milyen? Mikor igazából nem értek meg valakit, és nem is szeretek valakit, csak úgy teszek, mintha megérteném az ő problémáját, őt, és úgy teszek, mintha szeretném. Akkor az nem megértés, és az nem szeretet. Az csak megjátszás, nem? Szeretet, az vagy van, és akkor az szeretet, vagy nincs, és akkor az nem szeretet. Nincs olyan igazi szeretet, meg kevésbé igazi szeretet, meg
jobbára szeretem, vagy kevésbé szeretem. Nem. Vagy szeretem, vagy nem. Ha igazából nem szeretem, és megjátszom, az meg egyértelmű, hogy nem szeretet, az csak érdek. Ugye? 20. Híd a szellemi szabadsághoz. Na bazd meg. Nietzsche. Hogy is mondta? Javítsatok ki, hogyha rosszul tudom, nem tudom fejből idézni, de mintha valami ilyesmit írt volna Nietzsche a hídról, hogy egy híd a szakadék felett talán, meg hogy az ember egy híd, ami összeköti az állatot a felsőbbrendű emberrel, a Supermannel, ugye? Ez volt, ami körül Nietzsének állandóan forgott a agyakereke, és ez volt az, amiért őt rendszeresen félre is értelmezték, betegagyú emberek. Hát akkor úgy látszik, hogy Hubbard is tőle merített azért egy kicsit. Ú, de mindenhonnan lopkodott Hubbard. Én olvastam egy könyvét, bazd meg. Az volt a címe, hogy háború a földön, ez egy sci-fi volt, hát ha nagyon ki akartok baszni magatokkal, olvassátok el. Ez ilyen vastag könyv, két ilyen vastag kötet. Ez olyan szar, basz meg. Ja. Egyik legszarabb sci-fi, amit életemben olvastam. L. Ron Hubbard írta, háború a földön. Ez itt a antireklám helye. Na, referencia, az 1950-ben megjelent tudomány, a dienetika, a szellemi egészség. Gondolatjel az nagy kötőjel, nem pedig kötőjel. Szellemi egészség modern tudománya mára a Föld minden országában az összes nyelven megtanulható, az emberi elmével foglalkozó iskolák közül a legfejlettebb. Hát elég szomorú, hogy ezt a világon minden országban meg lehet tanulni. A 20 téma adatait teljesen meg fogod tanulni 5 héten belül, 20 óra alatt. Minden óra egy alapos bevezetővel kezdődik, az adott témához kapcsolódóan, majd az adatok megbeszélése után egy gyakorlati rész jön, ahol megtapasztalod, hogyan is működnek a tanultak. Hát persze, működnek a tanultak, mert azt mondják, hogy működik, de igazából nem működik. A személyes tapasztalat meg nem releváns, ugye, mert félrevezethet. És ezt nevezik ők tudománynak, amely az egyéni megtapasztaláson alapszik. Jajajajajajaj. De több sebből is vérzik ez. A tanfolyami előadások időpontja. Hétfős csütörtök 18-20-ig. Intervallumok közé nagy kötőjelet teszünk. Hány szó mondja? Bármikor bekapcsolódhatsz, miután az első előadást ingyen megtekintetted, amely március 26-án csütörtökön 17 órától kezdődik. Gyere el az előadásra, és legyél vendégünk egy kávéra, nem kávézom, vagy teára, kösz szépen. És hozd el a barátaidat is, meg mindenki hozzon magával még egy embert, gondolom. A tanfolyamra előzetes regisztráció szükséges. Hőtött. Nehogy ott a izébe túljelentkezés legyen. Hol lesz ez? Nyíregyháza. Az igen. Izét nem térítenek? Úti költséget. Ugye elmehetek 1500 forintért Nyíregyházára inni egy csésze teját? Hát nem én, mert ugye nem nekem szó. Anyám nevére jött. Így rá van firkantva a borítékra a név. És akkor így volt szépen belebittyeztve. Szóval a cientológusok támadnak. Az én anyámat támadják. Egyébként azért van ez, azért kapott ilyet, baromságot, mert őt régebben érdekelte ez az agykontroll. Ugye ez mikor bejött a 90-es évek elején, azt hiszem egy Szilva nevű
valaki írta először az Agykontroll nevű könyvet, és ugye itt, amikor 90-es években bejött itt a módszerváltás, akkor ezek az ezoterikus dolgok itt rögtön letámadtak mindenkit, és akkor úgy volt, hogy megjelenhettek ezoterikus könyvek, meg stb. Stb. És akkor új volt ez a dolog, hát nem tudtuk, hogy ez áltudomány, meg nincs tudományos alapja, ugye, mint most már 2 perc alatt kideríthető, hogy szélhámosság, és akkor az volt, hogy anyámat érdekelte ez a dolog, és ő egyébként mindig érdeklődött az ilyen pszichológia, mint tudomány iránt, tehát hogy hogy működnek ezek a dolgok, és a mai napig ezeket nagyon jó tisztában van ezekkel a dolgokkal, és alkalmazza, és a többi, és a többi. De hát az Agykontroll bejutott odáig, ugye, hogy Szilva könyve megtanította azt, hogy van egy ilyen állapot, egy ilyen relaxációs állapot, amikor alfába le kell menni, és akkor az olyan megnyugtató. De ez talán még el is fogadható belőle, igen, egy kicsit meditálgat az ember, hogyha valakinek ehhez van türelme vagy fogékonysága. Mert engem szígy basz az ideg, ha én megpróbálkozok meditálni, tehát meg agyat kiüríteni. Én ezt sose tudtam megcsinálni, hogy hunyd le a szemed, és akkor ne gondolj semmire. Hogy lehet megcsinálni? Tehát, hogy nem gondolni semmire. Nekem ez nem ment sose. És gondolom, még annak idején valamilyen könyvkiadó begyűjtötte az ő nevét, meg címét, és azóta is bent van az adatbázisban, nem törölte azóta se, mint az Édesvíz kiadó, vagy nem tudom melyik kurva kiadó volt, amelyik itt spamelt minket annak idején a családorvos nevű lefűzhető, mappás, kurvaisten, véget nem érő orvosi enciklopédiával. Megrendelt belőle egy párat, azt utána még akkor is küldték, amikor visszamondta, lemondta. Na. Szóval volt egy barátnőm. Hát, kvázi élettárs. Azért évekig együtt voltunk. És ő vallásos volt. És hát sajnos a vallásnak az összes negatív velejárójával. Amíg az csak egy dolog, hogy el kellett, hogy kísérjem a templomba, sonkát szentelni, ezt bohóckodni kellett ott a hidegbe húsvétkor. Nehogy a szájára vegyen minket a falu. Főleg az ő kedvéért, mert engem nem érdekelt, hogy ki mit mond rólam a faluban, inkább azt, hogy jó, nem mondják már azt, hogy milyen bunkó vagyok. Tehát nem is az, hanem az a baj ezzel a vallással, ugye, hogy aki az egyik hülyeséget elhiszi, például a Jóistent, az hajlamos a többi hülyeségre is elhinni, tehát ő igenis hitte abba, hogy a kristályoknak gyógyító energiája van, meg elhitte azt is, hogy ha mágnes teszünk a matracba, akkor az jó lesz a ízületi fájdalmak ellen, meg azt is elhitte, hogy lehet ilyen rejkivel, ilyen agyhullámokkal gyógyítani, meg pénzenergiát küldeni, meg mit tudom én, tehát, és elhitte ezt a dienetikát is, meg a szcientológiát. Na, szóval az a baj, ha az egyik irracionális dologba hisz az ember, akkor elhiszi az összes többit, hitt a horoszkópukba. Pedig hát én már akkor is megmondtam neki, hogy figyelj már, ez mondjuk ez egy jó játék. Milyen repülő megy ott. Húzza a chemtrailt, öcsém. Permeteznek a tudjuk kik lefele. Na. És az a baj, hogy sajnos az ilyen embereket könnyű beeltetni. Elmentem vele néhányszor termékbemutatóra, és hát persze ugye nem vásárlási célzattal mentünk el, mert ugye azért annyi eszünk volt, hogy mi ilyen részletre vásárolható, 300 ezer forintba kerülő, kétes hatású dolgokat nem
vettünk meg. Elmentünk a termék bemutatóra, mert kifizették a buszjegyet, de hogy nem. Egyébként egyszer én is elmentem egy ilyen termékbemutatóra, nem tudom már mit, milyen termékeket árultak, de csak azért mentem el, mert ingyen volt a busz, és Gyulán volt a rendezvény. És én azt mondtam, hogy én még Gyulán nem voltam életemben se, kirándulok egyet, megnézem a gyulai várat, elkóborolok Gyulán a mindenfele, most kész. De ilyenekkel soha nem lehetett. Mondtam, a horoszkóp is egy jó játék lehet, de úgy komolyan nem kell venni. Nők valahogy fogékonyabbak az ilyen dolgokra. A nővérem is kitanulta például a horoszkóp készítést, mikor ő középiskolás volt Pesten. Úgyis akkor voltak ilyen tanfolyamok. Na jó, de hogyha ezt 16 évesen valaki kitanulja, akkor oké, az egy jó játék, mert most egy 16 évestől nem lehet elvárni, hogy ilyen felvilágosult legyen. Aztán őt is beleugrasztották ilyen reiki tanfolyamba, meg minden. Persze, utána már felnőtt, aztán rájött, hogy hát igen, na, nem így működnek ezek a dolgok. Csak az a vicces, hogy mondom itt az alá, hogy ezt üzletszerűen csinálják, és nagy-nagy milliókat szakítanak belőle, és még arra is lusták, hogy igényesen megszerkesszenek egy ilyen tájékoztatót, és nyomdába csináltassák meg, hogy legyen már valami pofája. Hát Orbán majom, a nemzeti konzultációt legalább, az piszkos jó megvan dizájnolva, nyomdába ki van nyomtatva, attól függetlenül, hogy a kutya faszát nem érdekli az ő levele, amit küldözget, de legalább van pofája, na. Nem olyan, mint egy sajtcédula, amit izé szerkesztett Mancika a titkárnő. Újra elnézést kérek a Mancika nevű titkárnőktől, nem nekik szól. Ez egy szólásmondás. Ja. Dianetika. Hát, ha nem sikerül skifit írni, akkor alapítsunk egyházat, és akkor miénk a világ. Hubbardnak bejött. Világ egyik legbefolyásosabb, leggazdagabb embere lett. De azért nem szabad megvenni semmilyen terméket, mert egyébként ez a dianetika tanfolyam is arról szól, azért tudom, mert ugye volt itt Bátorban is ilyen mondjad már ilyen tájékoztató est, amire ugye elmentünk a barátnőmmel, és akkor meg akartak velünk vetetni legalább 3 darab 3000 forintos könyvet, ami azért, mikor volt ennek már azért több mint 10 éve, hát olyan 9-10 évvel ezelőtt volt, mondom, a könyvek darabja 3000 forint. És az még most is drága lenne, ha most meg kéne venni 3 darab 3000 forintos könyvet. És mondtam neki, hogy figyelj már ide, ez az egész önismereti cucc az arról szól, hogy különböző pszichológiai tanulmányokat felhasználva, plagizálva, összeírkálják a könyvnek a 3/4-ét, vagy a 4/5-ét, és akkor az 1/5-e meg egy maradék bullshit, amit hozzáköltenek, tesznek egy előszót, egy utószót, egy-két áltudományos gondolattal kiegészítik, és kész. Az egész egy nagy plágium, és kurva jó pénzért eladják. Mert hogyha bemész a közkönyvtárba, és azt mondod, hogy pszichológiai témájú könyv érdekel, akkor az esetleg olyan szárazon van leírva, meg szakmai dolgokhoz érteni kell, hogy megértsed, tehát az nem olyan olvasmányos. Itt meg minden le van végletekig egyszerűsítve, de azért csak plágium az egész. Mert azért ezekkel a dolgokkal a pszichológia foglalkozik. Több-kevesebb sikerrel, amint mondtam, ugye, mert vannak azért még olyan területek a pszichológiában, ami nem egészen egyértelmű, csak találgatások vannak, és azért szürke zóna. Na. Jó van, köszönjük szépen a meghívót, nem fogunk élni a lehetőséggel, nem fogok elmenni Nyíregyházára 1500 forintért meginni egy teját. Anyám sem egy. Maradunk itthon, pogányok.